Ismét varázslatos a Strapacska udvar, ez a régi hagyomány itt a születi fesztiválon. Idén valamit változtattatok a dolgon, vagy ugyanaz, ami eddig volt? Most látom, hogy mindenhol káposzta készül, ez változás? Hát nem változás. A varázslat az mindig benne van, mert ha az ősöknek a régi étkeit főzzük, az varázslatos. Hajdanában minden házban volt 1-2-3-5-10 birka, tehát birka, jutúró, brinza, az mindig volt. Úgy el tudták tenni valami fahordóba lenyomkodva, és akkor télre is, mert hát mindig nem ellettek a birkák se, és akkor télen is volt nekik brinzájuk, és tudtak ilyen ételt készíteni, ami finom is volt, egészséges is volt, szalonna is volt, amiben egy kicsit megdúsították, hogy karcsúbbak legyenek, és mi ezt a hagyományt őrizzük már 20 éve, azelőtt nem volt ilyen, és ez, hogy Strapacska udvar varázsa, én találtam ki, hogy ide vonzam a közönséget. Hát van, amikor... Hát jubiláltok most. Most jubilálunk, annyira szeretik és ízlik nekik a Strapacska, hogy nem győzzük csinálni, úgyhogy... Valahol áruljátok is egyébként? A téren van egy faház, ott mindenféle ilyen látvány, pogácsa sütés, meg ilyenek. A másik, ami a pogács, a krumpliból készült étkek. Hát most krumplis pogácsákat csinálnak, azt mindig szoktak, ilyen kis pogácsikokat, kisebb, nagyobb, kinek milyen a otthoni szokása. De most ilyen tarkerlit is, ami ilyen palacsinta tésztába belereszeltek. Almát, de bele lehet reszelni káposztát, az sós lesz. Most almásat csináltak, nagyon finomat, és még nem is tudom, hogy miket. És most csinálom ezt a könyvemet, abban lesz olyan rész, ahol a étkekről lesz szó, és akkor ezek a régi étkek bele lesznek írva. És örülök neki, hogy a gyerekek is hallanak legalább róla. Az elmúlt 20 évben változott azoknak a személye, akik itt a Strapacskát és a különböző hagyományos ételeket készítik? Tehát a legtöbb hagyományos, az ember is hagyományos, tehát tehát kezdettől fogva itt van, most egy 2-3-an kezdenek bekapcsolódni az egész munkálatokba, elég ügyesen, meg egy kicsit túl ügyesen, és az egy picit zavarja az idősebbeket, mert az ő tempójuk más, meg másképp akarják, de hát a fiataloknak is el kell tanulni ezeket a dolgokat, és örülök neki, hogy van körülbelül 5-6 olyan ember, aki nagy hévvel csinálja a dolgokat, és hát ebből nézeteltérés is szokott lenni. Meg se számoltam, de gyorsan megszámolom, 2-4-5 bográcsban készül a káposzta. Milyen káposzta ez? Ez az igazi kiskörösi szlovák tót húsos káposzta, ami disznóhúsból van, mindenfajta húsból. Köröm, amit lábnak mondják a hentesnél, csülök, dagadó, oldalas, farok, meg mindenféle, tehát bőrös rész is, és ettől lesz olyan finom, ilyen igazi kiskörösi. Hajdanában az őseink, amikor szüret volt, vagy lakodalom, vagy nagy összejövetel, akkor birkahúsból készítették. Hát állítólag abból a legfinomabb, mert a birka is otthon volt, levágtak egyet, és akkor 30-40-en jól laktak. Hát most csináltunk már birkából, de az drágább, mint a disznóhús. Minden bogrács mellett ül valaki. Ez azt jelenti, hogy ahány bogrács, annyiféle székkáposzta lesz? Hát elméletileg egyformának kellene lenni, mert Csövi a főmester, és ő végig kóstolja, hogy mi hiányzik még belőle, de mindegyik nagyon jól tud főzni. És csak azért, hogy ne legyen nézeteltérés, hogy az enyém ilyen volt, az övé meg olyan, ezért a Csövi végig kóstolja az egészet. Ő egyébként a szlovák önkormányzat tagja is, elnök helyettes, az én helyettesem, de nagyon ügyes, és minden. Csak félig kell kimondani, akkor már tudja, hogy kell csinálni. És kiknek készül ez a sok káposzta? Hát jönnek a népdalkörök, citerások. Most az idén kevesebbet hívtam, mert most már minden évben annyian jöttek, hogy a fejem tetején is népdalkör volt, és azzal szinte nem lehetett bírni. Hát
nem volt hol leütetni, nem volt, aki kiszolgálja, tehát nagyon nehéz volt, és most kevesebbet hívtam, két szlovákot hívtam a Dunaegyházi, tehát ők a testvér baráti település, mert oda jártak Hajdanában az őseink a templomba. Akkor Rákoskereszt úr, Pest 17. kerülete, ők is nagyon vidámak, elevenek, ővelük meg azért van a kapcsolat, mert Poleleszki Lia, kiskörösi csajszi a vezetőik, Poleleszki, és ővele megismerkedtem, és azóta összejárunk. Nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk, és ők is nagyon ügyesek és igyekszenek. Akkor hívtuk az akasztói citerásokat, mert ők is a mi segítőink is, de most külön is fellépnek, nagyon jól készültek. Kecerről meg a Bogárzó Citera együttes, és a Szedmák András tárogató művész, azt kell, hogy mondjam, mert olyan szépen tárogatozik, hogy a tévében, amikor művész játszott, se játszott szebben, mint ő. Hát ez azért jó, mert ez a tárogató, ez egy ősi magyar hangszer, lehet, hogy a tót hangszer is, és rendkívül szép a hangja, és meg nagyon szépen tud játszani.